Jó reggelt kívánunk az uraknak, Kordás László és Székes Sándor a vendégeink. Azt ígértük, az aktualitásokról fogunk beszélgetni. Tegnap itt már szóba került, hogy az egységes ellenzék összegyűjtötte mind a 106 egyéni körzetben az induláshoz szükséges aláírásokat. Hogyan áll az ISZOM? Szerintem mi jól állunk. Ugye egy kis párt vagyunk, egy két év ezelőtt alakult párt, ráadásul ugye a Covid alatt viszonylag nehezen ment a szerveződésünk, de én azt gondolom, hogy a héten már, a hét közepén, tehát holnap már el fogjuk kezdeni adni az első olyan körzeteket, ahol már összegyűjtöttük, és jól állunk, az hány darabot jelent? Hánynál látják reális? Hánynál van már most meg az 500? Azt gondolom, hogy tehát összességében nekünk meg lesz ugye a munkáspárttal közösen a listánk, és nagyjából tegnap este csináltuk az első rovancsot, egy olyan 8-10 körzetnél állunk leadás közeli helyzetbe, és a többinél is szépen gyűlnek az ajánlások. Nyilván van olyan körzet, ahol nagyon nehéz dolgunk van, ugye mi egy kis párt vagyunk, kevés pénzből dolgozunk, és aztán igen, de hát ugye két hét van, ez a negyedik napja az ajánlásgyűjtésnek, ugye én nem emlékszem olyan választásra egyébként, amikor így egy nap alatt mindenki összeszedte volna, egyébként nem is szedték össze a többieknek is, azért kellett két-három nap, ami szerintem teljesen rendben van. És egyébként ez a két hét arra is nagyon jó, hogy azért sem kezd el szerintem kapkodni, mert ennek a kampánynak ugye ez az első olyan két hét, amikor tényleg be lehet kopogtatni az emberekhez, lehet velük beszélgetni, hiszen van a kezünk egy ajánlóim. Visszatérünk még arra, hogy azt mondta, hogy ez viszonylag önök kevesebb pénzből, erre is volt egy kijelentésük, de még megkérdezném, hogy önök hogyan értékelik azt, hogy sorra kerülnek elő ezek a kisebb pártok, akik az ellenzék ki hasonló szemlélettel, vagy úgy mondom, hogy eszmével térnek ugye a választók elé, hogy kormányváltást szeretnének, de összességében mégis megnehezíthetik az önök dolgát. Hát ez önmagában azért itt politikai verseny van. A gondolatokban, a megoldásokban, a javaslatokban azért versengenek ezek a pártok, illetve maguk a jelöltek is a helyi közéletben a különböző megoldási javaslatokkal. Én azt gondolom, hogy ez nem rossz egy demokrácia szempontjában. Az már egy más kérdés, hogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy nagyon sok párt ezek közül bizony kamupárt jelzővel illethető, tehát önmagában annak köszönheti a létét, hogy maga a választási rendszer olyan, amilyet a Fidesz kitalált, és maga ez a kampányfinanszírozási rendszer is olyan, amit a Fidesz gondol magának. Nyilvánvalóan ez a kormánypártokat segíti, hogyha az ellenzéki oldalon, vagy az ővele egyet nem értők oldalán szét felaprózza az erőket, de én azt gondolom, hogyha ez a szabály, akkor ebben kell nekünk megfelelni, és ebben én úgy gondolom, hogy április 3-án az egységes ellenzék le fogja váltani. Függetlenül, hogy kamupárt, nem kamupárt, bármely párt, de hát azt nem tudom, hogy van-e ezügyben párbeszéd, hogy azt nem érzékelik? Önök hogy érzékelik, hogy ők nem érzékelik, mármint a kicsik, akik nincsenek az egységben, hogy bármennyi szavazatot is visznek el, szereznek, hogy a reális esélyük nincsen, hogy ők maguk komoly parlamenti erő legyenek, arról nem beszélve, hogy kormányt váltsanak, hogy ezzel mindenképpen csökkentik a kormányváltás esélyét. Valóban így van, de azért szóval nézzük végig ezt az 500 ajánlási gyűjtést is. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy 80-90 ezeres választókörzetben, vagy akár egy 70 ezeres választókörzetben 500 aláírás elég ahhoz, hogy valaki jelölté válasson. Nyilvánvalóan ez is azt a célt szolgálja, hogy minél könnyebb legyen odaállni a startvonalhoz, és hogyha egy picikét el tud vinni ott a helyi jelölt az ellenzéktől, akkor gyakorlatilag az már nyereség a kormánypártnak, és ezt finanszírozza is. Tehát ez megéri neki, hogy beletegyen némi pénzt is ebbe a kormánypárt. Tehát ezért gondolom azt, hogy kialakulnak azok a szituációk, hogy valakik pénzszerzési lehetőséget látnak ezekben az indulásokban, és így gyakorlatilag valóban csökkenti annak az esélyét, hogy a kormánypártot le lehessen váltani, de én úgy gondolom, hogy ez elenyésző ahhoz képest, mint amit most tapasztalunk az aláírásgyűjtés kapcsán, hogy mekkora az elégedetlenség a kormányzó párttal és a kormánypártokkal kapcsolatban. Ha már finanszírozásról esett szó, akkor egy kicsit a saját finanszírozásukról. Igen, én azt hiszem, hogy gondolkodom, bár ugye itt ugye a László a kamupártokról beszélt, ugye ez egy kamupártnak az a jellegzetessége, hogy nem létezik, csak egy választásokra összeáll, és akkor összedik az ajánlásokat, felveszik a kampánypénzt, és aztán eltűnnek. Ugye ezzel szemben mi ugye két éve politizálunk, én országgyűlési képviselő vagyok, nekünk van miniszterelnök jelöltünk, köztársaságelnök jelöltünk, a programunk az igen szocializmus, tehát ugye sarokszámaink, hogy mit szeretnénk, elképzelésünk. Kampánytámogatás. És egyébként ugye ez a, hogy kimúlik a kormányváltás, szerintem azon, hogy valaki ki mennyi szavazatot kap,
ez az elmúlt 30 évben ez volt a konszenzus, hogy aki a legtöbbet kapja, az lesz. A kampánytámogatást önök felveszik? A kampánytámogatást mi nem veszük föl. Akkor miből fogják finanszírozni föl. A kampányt? Remélem, hogy támogatásból. Ugye indítottunk egy erőteljes kampánytámogatási egy fillért se lesznek kampányt nem szeretnénk fölvenni. Mert milyenek az oka egyébként? Az az oka, hogy mi azt gondoljuk, hogy az egész kampány, az egész politikai rendszer az elmúlt 32 évben szerintünk borzasztóan rossz. Hát itt milliárdok mennek el párt támogatásra, olyan pártok támogatására is, akik egyébként érdemben nem is nincs is támogatottságuk, és mi azt gondoljuk, hogy olyan, hogy ezt is mi át szeretnénk formálni, és hogy úgy kampányolni, hogy abból a pénzből, amit a mi támogatóink arra szánnak, hogy ezek az emberek bekerüljenek az országgyűlésbe. Mennyi gyűlt össze? Márki-Zay Péter elmondta, hogy 96 millió forint volt. Őszinte leszek, mi ezt 3 nappal ezelőtt, ugye pénteken, vagy szombaton mondta be Huszti Andrea elnökünk, úgyhogy én még nem tudom, erről gondolom pár milliónál már tartunk, de ahogy szerintem a holnap utáni napon már lesz erről információnk, és szeretném itt is kérni az embereket, hogy kattintsanak rá az iszon.hu-ra, és ott támogassanak bennünket azért, hogy el tudjuk érni, hogy 250 000 forint legyen a minimálbér. Na, nagyon fontos az ellenzék számára is az erő a felkészültség bizonyítására, az is többek között, hogy a köztársaság elnök jelöltet állítsanak, tehát köztársaság elnök választásban is részt vessenek. Róna Péter közgazdász lesz az ellenzék közös köztársaság elnök jelöltje, az Oxfordi Egyetem tanára, megtiszteltetésnek tartja ezt a jelöltséget. Azt mondta, hogy milyen elképzelései vannak az ország jövővel kapcsolatban, majd március 10-én árulja el a parlamentben, nézzünk erről egy összefoglalót, és folytatjuk ezzel a témával. Money may be seen as truth-telling. Az igazmondás és a pénz címmel tartott előadást Róna Péter az Oxfordi Egyetemen 6 évvel ezelőtt. A közgazdász most is éppen itt tartott órát, amikor az ellenzék bejelentette, őt jelölik köztársasági elnöknek. Híradónk arról kérdezte Róna Pétert, hogy miért vállalt el a jelöltséget. Egyrészt meg megtiszteltetés, és másrészt pedig azért, mert minden valószínűség szerint van egy olyan elképzelésem az ország jövőjéről, ami eltér a másik jelöltjétől. Korábban Elek István író és Iványi Gábor lelkész neve is felmerült államfőjelöltnek. Róna Péter 1956-ban emigrált az Egyesült Államokba, ahol a kormányzati, majd a bankszektorban is dolgozott. A rendszerváltás után tért vissza Magyarországra. 2010-ben a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja lett. 2011 után az LMP párt alapítványának is dolgozott. A 2018-as országgyűlési választások után azonban kilépett a pártból. Áder János utódjáról március 10-én szavaz az országgyűlés. Egységes volt a támogatás Róna Péternek? Én azt gondolom, hogy nagyon kiváló jelöltek voltak az ellenzéknél, és nyilván egy döntést azt akkor lehet meghozni, hogyha a jelölt mindegyikéről pontosan lehet tudni, hogy kicsodák ők. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés. Mit vártak tőle? Azt várjuk tőle, hogy azt a nyugatos gondolkodást, nyugatos felfogást, amiben ő él, ahol ő oktat, azt megpróbálja Magyarországra átültetni a magyar viszonyok közé, és próbáljon olyan kifejezetten, olyan kérdésekben megnyilvánulni, ami az emberek érdekében áll, ami az oktatás érdekében áll, ami a jövőnk érdekében áll. Önök elgondolkodtak azon, hogy beállnak Róna Péter mögé, vagy maradnak az eredetben? Mi maradunk előtt? Természetesen Pál Évánál, hiszen mi azt gondoljuk, természetesen Róna Pétert is elismerve, hogy tehát ugye mi olyan jelöltet akartunk állítani, akiről azt gondoljuk, hogy képviseli a magyar népet, és az mondjuk, hogy Pál Évának az életútja, az ő életének a hullámvölgyei, azok jól kifejezik azt, hogy itt a Magyarországon mit tud történni egy emberrel, és igen, persze, természetesen készülünk, és kampányolni fog addig, és reméljük, hogy majd azért lesznek, akik őt is támogatják az országgyűlésbe. Ennyi. Hát, hogy parlamentben ő is akkor ott lesz, és így van, természetesen, persze. Igen, mi szeretnénk, hát ehhez neki jelöltéke válnia, ugye ehhez kell támogató aláírásokat kapni az országgyűlésben, így, hogy végül is lett a hatósokat, nem, hogy ez nem volt teljesen biztos, hogy ez összeáll, de végül is lett, így nyilván egy kicsit kevesebb ennek az esélye, de azért megpróbáljuk.
Nézze, én nagyon fontosnak gondolom ezt a momentumot, amikor a köztársasági elnök jelölteknek lesz 15 perce a parlamentben elmondani azt, hogy ő nekik milyen víziójuk van a jövő Magyarországáról, milyen döntések előtt állunk, milyen kívások előtt áll az ország. Ez egy nagyon fontos lépése lesz szerintem a kampánynak, hogy mindenki pontosan be tudja mutatni azt, minden jelölt pontosan be tudja mutatni azt, hogy milyen Magyarországot szeretne a későbbiekben látni. Szerintem zárjuk kicsit egy nagyon gyors hány jelöltnek, vagy hány képviselőnek kellene támogatni ahhoz, hogy ő tudjon felszólalni és elmondhassa a beszédét? Én úgy tudom, hogy én 40-nek. 40-nek. Reálisnak tartja a 40-et? De valószínűleg ez most nem fog összejönni, de mindjárt meg fogunk tenni, hogy összejöjjön. Köszönöm szépen. Na, sztrájkoljunk egy kicsit szerintem. Igen, pedagógusok sztrájke, illetve a vasutasoknak, a mozdonyvezetőknek a sztrájke, ugye ez a két kardinális kérdés. A pedagógusok elmondják, hogy teljesen indokolatlannak, felháborítónak tartják, hogy kvázi megfosztották őket a jogszerű sztrájknak a lehetőségéről. Tegnap láthattuk, már polgári engedetlenség volt, és mára is több iskolába ígértek hasonlót. Lát jogi megoldást, vagy az egy teljesen elhúzódó, végeláthatatlan folyamat? Mit gondol? Mi azt mondjuk, hogy ez a kormány fáradt és feslett. A fáradtságot abban lehet látni ilyenkor egyébként, hogy egy jó kormányzat arról ismerszik meg, hogy mindig megoldást próbál nyújtani a feleknek arra vonatkozó, hogy a felmerült problémát hogyan lehet orvosolni. Most nem ezt látjuk. Most azt látjuk, hogy erőből próbálja megoldani ezt a problémát. Ez egy nagyon régóta, évek óta halogatott probléma, a pedagógusok béremelése. Azért mégiscsak nincs rendben az. És a felmérések szerint Magyarország kétharmada szerint nincsen rendben az, hogy a minimálbérrel és a garantált bérminimummal kelljen versenyeznie a pedagógus béreknek, azoknak az embereknek a béreinek, aki egyébként a gyerekeinket oktatják. Ez így nincsen jól, nincsen rendjén. Erre évek óta felemelik a hangjukat a pedagógusok. És most mi a válasz? Az, hogy korlátozzák az ő sztrájkjogukat. Tehát gyakorlatilag erőből próbálja megoldani. Ha már erőt mondott, ahelyett, hogy egyébként tárgyalna és megoldási javaslatokat próbálna meg kidolgozni arra, hogy hogyan lehet ezt a konfliktust kezelni. Másrészt miért tud, vagy miben tud több erőt felmutatni mondjuk a mozdonyvezetők szakszervezet, hogy ők viszont elérték azt a lehetőséget, hogy nem is csak egy napra, hanem folyamatosan tiltakozhatnak, sztrájkolhatnak márciusban. Ennek egyszerű oka van. Az egyik az, hogy a közlekedési törvény rendezi a vasúti, tehát a kötött pályás közlekedésben az elégséges szolgáltatás mértékét, hogy itt 66%-ot határoz meg, illetve 50%-ot országos szinten. Tehát gyakorlatilag sokkal könnyebb eldönteni jogi eszközökkel, hogy egy sztrájk, az elégséges szolgáltatás mértéke mennyi elégséges vagy nem. A pedagógus esetében nincs ilyen, és én azt gondolom, hogy egyébként ez akkor van jó helyen, hogyha a felek megállapodására bízzuk azt, hogy mi az elégséges szolgáltatás mértéke. Egy példát hadd mondjak erre. Én minden tiszteletem a bíróságokét, de gyakorlatilag és a bírókét, de gyakorlatilag a kormány most jogszabály erejével a bírók kezébe tette azt a döntést, hogy egy ágazatban és szakmában mi az elégséges szolgáltatás mértéke. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, nagyon fontos döntés, hogy a bíróknak legyen ilyen döntési szabadságú, de ez szakmai kérdés, nem jogi kérdés. Hogyha Magyarországon a magyar bírák nem tudnak ebben végleges döntést hozni, nemzetközi szintre is mehetnek a pedagógusok? Így van, tehát a következő szint az pedig az, hogyha itt nem nyer megoldást ez a helyzet, tehát gyakorlatilag továbbra is korlátozza a kormány a sztrájkjogot a pedagógusok körében, akkor természetesen van még lehetőség európai szakszervezeti szövetségekhez fordulni, vagy akár az ILO-hoz, az ENSZ szakosított munkahelyi szervezetéhez fordulni, hogy ebben a kérdésben valamilyen megoldást próbáljon mutatni a kormánynak. Az mégsem lehet, hogy alapjogot korlátoznak, bármilyen alapjogot korlátozzanak veszélyhelyzete hivatkozva, mert gyakorlatilag ezt mindig megteheti a kormányzat, és ezért nem helyes az, hogy ezzel az erőeszközével ér a pedagógusokkal szemben. Mit szól a viszont? Igen. Hát, ugye, hogy mondjam, az elmúlt 30 évben az történt, hogy ezeket a szájokat folyamatosan csorbították, és ez egyre nehezebben ment. Magyarországon tudomásul kell venni az embereknek, hogyha jobb bért akarnak, akkor azt nem fog menni máshogy, azt ki kell harcolni. Ez egy kapitalizmus van, ugye nem szocializmus, amit mi szeretnénk, itt kapitalizmus van, itt arra mennek a cégek, meg az állami szektor is, hogy minél kevesebb ért adjon, minél kevesebb jobbot, minél rosszabb munka körülmények között, minél jobban dolgozzanak az emberek. Ha a magyarok, magyar dolgozók, magyar pedagógusok, magyar bármilyen dolgozó, bármilyen ágazatban ki akarja magának harcolni, hogy neki jobb bére legyen, akkor ebbe bele kell állni. Lehet menni a külföldi fórumokhoz, hogy majd itt igazat adnak, és bármilyen kormányt majd itt megreguláznak külföldről, az a rossz hírem van,
hogy én azt gondolom, hogy itt egészen máshogyan kell hozzáállni ezek a dolgokhoz. Nekem az én életemben is van erről tapasztalatom, hogy igenis, amikor egy cégen belül, vagy egy ágazaton belül összefognak az emberek, és azt mondják, hogy mi eddig nem vagyunk hajlandók dolgozni, amíg nem emelitek meg a munkabért, amíg nem beszéltek velünk normálisan, amíg nem fizetitek ki a túlóráinkat, és ez nagyon hosszasan lehetne sorolni, hogy mikért szoktak kiállni, mikért kellene kiállni a magyar dolgozóknak, addig nem is fogják. Nem is fogják, és az áldatlan állapot fog fönnmaradni, hogy Magyarországon olyan pillanatban egy egészen nevetséges 300 eurós minimálbér van, ez egy vicc, miközben az áraink drágábbak, mint a nyugat-európai árak. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ebből a szempontból óriási probléma van, és a szakszervezeteknek nagyon nagy hiátusuk van. Én nagyon remélem, hogy tényleg ez meg fog változni. Én is sokat dolgoztam ezen magam, és a szervezeteink is, akik a Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalmat megalapították, és nagyon szeretnénk, hogyha ez nagyon határozott érdekvédelem lenne Magyarországon, és az emberek rájönnének arra, hogy rajtuk kívül, az ő együttműködésükön kívül más nem nagyon fogja kiharcolni az ő jobb béreiket. A fiataloknak kik tudnak segíteni, vagy mit tud segíteni akár a szakszervezet is az ügyben, hogy most a hírek szerint már az is elterjedt az a gyakorlat, hogy a 25 év alattiak eszélye, mentessége által, vagy álcája, vagy azt kihasználva bizonyos helyeken erről való lemondásra kényszerítik a fiatal dolgozókat, és valamilyen módon próbálnak a vállalkozók a saját javukra fordítani ezt. Az van mögötte, hogy azért, hogy akik már régen ott dolgoznak, most hirtelen egy fiatal akár 65 ezer forinttal is többet kaphat készhez, és hogy ez bérfeszültséget okoz. Itt akár egy 20 évvel régebben dolgozom. Ugye emellett ott van az a másik adószakértői vélemény, hogy nem fog elveszni ettől a fiatalnak ez az összege, mert az adójóváírás, vagy az év végén az adóbevalláson egy összegben megkapja, de jogosnak tartanak ilyen hozzáállást, hogy valóban nem ekkora probléma? Sőt, üldözendő, mert gyakorlatilag ezzel a magyar szabályokat ezek a vállalkozók megsértik. Erre van egy intézmény, amit úgy hívnak, hogy munkahogyi ellenőrzés, amit az elmúlt időszakban sikeresen leépített a kormány, ezt újra kell gondolni, és azokat a vállalkozókat pedig, akik nem tartják be a közösen meghozott szabályainkat a munkavilágában vagy azon kívül, azokat pedig meg kell büntetni nyilván. Rá kell őket kényszeríteni arra, hogy egyébként jogkövető magatartást tanúsítsanak. De visszatérve egy gondolattal erre a kormányzásra, hogy mi a kormány bűne ebben a tényleg. Ebben is azt látszik, hogy kapkod, fáradt, nincsenek jó megoldásai arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a fiatalokat segíteni a munkavilágában, hanem egyszerűen kitalál olyan dolgokat, amik az életben egyébként nem úgy működnek, vagy nem jól működnek. Egyszerűen kampány üzemmódban dolgozik már akkor már 4 éve, illetve az elmúlt 10 évet is, ha ide veszünk, akkor végig kampány üzemmódban próbált meg dolgozni, és mindig a legnépszerűbb, az ő által a legnépszerűbbnek gondolt döntéseket hozza meg, ami viszont gyakorlatilag nem találkozik az élettel. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen.